Nagyon sok szeretettel köszöntöm a pécsi X4Side Video TV nézőit. 2012. januárjában Pécsre is elérkezett az X-Factor Live Tour. Itt áll mellettem Móri Enikő. Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntünk. Sziasztok! Szeretnélek megkérdezni arra, a többiek közül páron mondták, hogy vannak személyes kötődéseik Pécshez. Neked van-e, vagy esetleg mennyire ismered a városunkat? A városotokat annyira ismerem, hogy volt egy régebbi zenekarom, és az volt a mi heppünk, hogy az ország nagyobb városaiba a tereken zenéltünk. És Pécset is jártunk, és nagyon-nagyon szép ez a környék. És megmondom őszintén, hogy nagyon nem tudtunk szétnézni, mert hogy ugye... tehát dolgoztunk mi azért, de nekem nagyon tetszik, meg úton idefele nagyon-nagyon szépek ezek a dombos, völgyes vidékek. Hát ugye én alföldi gyerek vagyok, úgyhogy nekem különösen szép látvány, amikor egy ilyen dimbes, dombos területen vagy környéken járok. Az, hogy most az X-Faktor keretén belül vagy itt Pécsen, mennyiben változtatta meg az életedet ahhoz képest, amikor még elindultál, tehát még a döntőtől egészen idáig, mi minden perget le úgy nagyon röviden a fejedben, hogyan tudnád összegezni ezt nekünk? Hú, összegezni nagyon nehéz, mert nagyon sok minden járt a fejemben, nagyon sok mindenre kellett koncentrálni a műsor alatt, és természetesen emberileg is változtam nagyon sok mindenben. Nagyon-nagyon türelmetlen ember voltam az X-Faktor előtt, és megtanultam azt, hogy igen, próbálni is tudni kell, hogyha egy kamerás próba van, akkor nagyon sok ember dolgozik még rajtunk kívül, és figyelembe kell venni azt, hogy amíg mondjuk én 20 percig csak egy helyben állok a színpadon, addig kőkemény munka folyik. Nyilván a bulvárnak való nyilatkozást is meg kellett tanulni azt, hogy értelmesen összefüggően beszéljünk egy témáról, vagy úgy alkossunk össze egy mondatot. Nagyon sok mindenre kellett tényleg odafigyelni, úgyhogy sok mindenben változtam. Változások mellett biztos, hogy gondolsz a jövőre. Lehet, hogy nagyon előre kérdezek, de amikor majd teljesen véget ér a ti X-faktorotok, akkor mik a terveid a jövőre nézve, miben gondolkodtál? Már hogy úgy érted, ha a turné ér véget, akkor... Igen, ha a turné véget ér. Abban gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha majd egy nagy koncertet csinálnék Budapesten, és ha akár még úgy is alakul, akkor én is ilyen nagy városokba elmennék még, és hát remélem, hogy Pécsen is lesz majd egy ilyen nagy koncert. Mindenképpen szeretnék majd egy nagy lemezt, sok-sok-sok-sok videóklippet, meg nagyon sok ilyen csajos, dögös új dalt, úgyhogy ilyen terveim vannak. Meg hát nyilván szeretném a magánéletben is megtalálni a boldogságot, a szerelmet, úgyhogy hát ilyenekben gondolkozom én. Azt nagyon-nagyon sokat észrevettem, de ezt a koncert közben is láthattuk, hogy imádod a gyerekeket, ezt így a saját szememmel megláttam. Ahhoz képest, hogy a bulvár mennyiféle módon próbál téged azzal kapcsolatba hozni, hogy most hogyan van a magánéleted, hogyan nincs a magánéleted, amikor ezt majd rendezni szeretnéd, mennyire szeretnél nagy családot? Én mindig két gyerekben gondolkodtam. Egy fiúban, meg egy lányban. És ez azért van így, mert én is mikor megszülettem, és ugye felnőttem, meg úgy már tudtam, hogy mifán terem, akkor mindig mondtam anyukámnak, hogy én szeretnék egy kisfiút testvérként, és anya már mondta, hogy hát, hogy ő már nem érzi úgy, hogy ő már megint szülni akarna, nincsenek már benne az, hogy ő mondjuk babázna, ami egy teljesen természetes dolog, ugyanis fölnevelt már egy gyereket, és neki ezek szerint ez bőven elég volt, de én meg úgy gondolom, hogy egykeként nagyon nehéz felnőni. Nagyon szerettem volna mindig megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor osztozkodni kell a másikkal. Nagyon szeretek adni, ez például nem csak mint tárgyat adni, hanem akár az énekléssel is átadni valamit. Úgyhogy majd egyébként a következő, tehát a saját dalaimban például majd ezt is szeretném sugározni, hogy én adni akarok, és nem feltétlenül csak kapni. Nagyon szépen köszönjük neked. Én kívánom neked, hogy valósuljanak meg az álmaid, valósuljanak meg a céljaid. Adasson meg neked az, hogy legyen egy fiú és egy kislány az életedben. Remélem, hogy fogjuk tudni követni majd a karrieredet, a dalaidat, és nagyon köszönjük még egyszer, hogy tudtál nekünk itt Pécsen riportot adni. Én is köszönöm, és aki nézte, az remélem, hogy jól érezte magát a pécsi koncerten, és majd, ha minden igaz, akkor még jövök hozzátok.
Nagyon sok szeretettel búcsúzok akkor az X-Foresight nézőitől. Ez volt itt most a 2012-es X-Faktor turné Pécsről, Muri Enikővel. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Sziasztok!